Két békemenet jobb, mintha csak egy lenne. Kovács Gergely, a kétfarkú kutyapárt elnöke mondta ezt Híradónak az általuk szervezett békemeneten. Ez az Oktogontól indult és az Erzsébet téren fejeződött be. A párt vezetői szerint 8 millióan vonultak fel, a rendőrség a helyszínen 3-4 ezerre becsülte a résztvevők számát. A Molino mindenelőtt ez volt a kétfarkú kutyapárt békemenetének egyik jelmondata. A párt ezt a menetet egy nappal azután hirdette meg, hogy Bayer Zsolt bejelentette, lesz fideszes békemenet is. A menet még kutyás felvezetést is kapott, így nem csak a rendőrök és a párt vezetésének teherautója előzte meg a tömeget. Majlónak hívják, egy nagyon értelmes, egy kutya megvédi az országot. Az eredeti terv szerint délben indultak volna, de csak fél egy után kezdődött a kétfarkúak békemenete. A tömeg az Oktogonnál gyűlt össze, onnan indultak a Blahalújza téren át az Astoria érintésével az Erzsébet térre. A hivatalos adataink szerint legalább 8 millióan vagyunk! A kétfarkú kutyapárt becslése szerint tehát 8 millióan voltak az utcán. A rendőrség a helyszínen 3-4 ezerre tette a résztvevők számát. Kovács Gergely, a párt elnöke azt mondta, a békemenet az egyik legcsodálatosabb dolog az országban, és két békemenet egyértelműen jobb, mintha csak egy lenne. Ugye jó irányba haladnak a dolgok az országban, de hát ugye még mindig van oktatás, még mindig van egészségügy, tehát bőven van teendő, és hát most hogy jön a választás, nyilván ki kell állnunk a kormány mellett, és amellett, hogy többet ne legyenek választások. A fesztivál hangulatú menetben nem csak az elnök, más párttagok is ott voltak, így Klári a savköpő mennyét is felvonult. Lelkemre kötötte jelölt kisasszony, hogy feltétlenül jöjjön ki, mert végéből sosem elég. Hogyha a mínusz 20-at kibírtuk, akkor ez már meg se fog konyálni egy kis eső. Finn migránsként nevezték meg a párt másik tagját, a Mikulást, aki Pest megye 3-as számú választókörzetében indul a választáson. A Mikulás maga a béke, ugye a Mikulás mindenki szereti, a Mikulás kedves, jó, és azért azt mindenki tudja, hogy egy sikeres Mikulás mögött mindig van egy-két Krampus is. Újra vívjuk a mohácsi csatát! A transzparenseken a már megszokott örök élet, ingyen sör feliratok mellett olyanok is szerepeltek, mint a saját békemenetet mindenkinek, vagy éppen a nem leszünk Bécs. Magyarország az első